Sziasztok! A mai videóban helyzetjelző izzót fogunk cserélni, mert amint láthatjátok, nem tudom mennyire látszik, az a belső pici izzó az nem világít. Ezt fogjuk most kiszedni. Ezt kinyitjuk a motorháztetőt. És lekapcsoljuk a világítást, persze. Az lenne a feladatunk, hogy itt ezt a műanyag kupakot, ezt csak így le kell venni. Így, ennyi az egész. Mert szerencsére ezen az oldalon kell cserélnünk, de ha másikon kéne, azért itt elég sok cucc van, és nem tudom, hogy kinek fér be ide a keze, de az enyém az biztos nem. Úgyhogy szerencsére ez a jobb oldali ment el. Ez lenne itt, amit ki kell szedni, itt, ahol ez a piros-barna vezeték van. Ugye ez lenne az a kis izzó, amit ki kell cserélni, csak ki kell húzni belőle, így. Ez a csere darab. Ez a V5V. És akkor ő lenne a csere darab, csak annyi, hogy vissza kell helyezni. A lehető legkevésbé összetapogatni magát az izzót, és akkor ez már csak annyi, hogy visszadugjuk ebbe a nyílásba. Tehát ugye el kéne keresni azt a lyukat, így egyszerűbb innen, hogyha előről nézitek. Tehát hogyha sikerül beigazgatni, az a lényeg, látjátok, benne is van a helyén, most már mozog. Most nyomunk neki egy tesztet. És így már láthatjátok, hogy világít az a kis pici. Hova, hogyha lecsekkoltuk, hogy működik, akkor visszatesztük ezt a kupakot a helyére. Ezt csak így vissza kell nyomni. És ennyi lenne az egész. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videómat. Ha tetszett, akkor dobjatok rá egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Sziasztok!